Sziasztok, sziasztok! Itt Miharu, és újra elérkezett Mari néni. No, tudom, hogy már nagyon rég nem volt Mari néni, és jobban szeretitek stream formájában, de amíg ez a... Hát nem tudom, hogy amíg nem nincs annyi időm és energiám ahhoz, hogy tudjak nektek marikázni élőbe, addig ezek a megoldások maradnak. Tudom, nem a legjobb, tudom, de igyekszem. Én magamat itt rakom. Ha titeket ez nem zavar, hogy én itt vagyok, kb. Mindent... Oh, wow. Na, a lényeg, nem tudom, mert már nagyon régen játszottam ezzel a játékkal, úgyhogy halvány lila, gőzöm sincs, hogy mennyi... Mennyi? Mit kell csinálni? Hol vagyok? Miért vagyok itt? Mit kell csinálni? De azt tudom, hogy meg túl kell élni, mert jön a Mari, azt meg... Csapkodja a hátsó felem. Itt emlékszem, hogy itt voltam. Azt itt nincs semmi, azt hiszem. Haha! Szeretem az ilyet, amikor nincs semmi. Mit? És mi történt? Meséld el. Semmi. Az jó. Az órám már megint nem bír magát. Próbálj meg felállni. Hagyjál már békén. A felállásoddal. Oda be lehet menni. Dér! Ögy. Na, itt akkor itt végigmászunk. Mert itt ilyen nagyon romantikus a helyzet. A Mari néni az itt is el tud kapni. Emléletben és gyakorlatban. Itt voltam az előbb. Vagy nem. Egyébként elnézéseteket kérem, hogyha a játék néha akad. A kép. Nem igazán van megbarátkozva a gépem, még mind ezzel a játékkal, pedig konkrétan most, amit láttatok, ez egy love grafika. De... Csak teszem hozzá, a Cyberpunk full grafikán megy. Akadás nélkül. 60 FPS-be. De! Ez a játék természetesen... Azt... Mocsok. Na. Hát jó, hát nem mindig kedveled engem. Jaj, látjátok néha, hogy ilyen kicsit beizzítódik. Nem tudom, nem nincs jól optimalizálva, vagy nem tudom. Ej. Én most nem tudom, mit csinálok, csak megyek. Nem jó, nem mindig tölt be. Tehát lassú, pedig azért 32 giga RAM azért, apukám-e. Szarab, proci. Na, ezt se hiszem. 9. generációs i7 van benne, ne csináld! A videókártya szar? Hát az lehet. Azért... Nem baj, veszünk videókártyát is, mindent! Az életemet eladjuk. Dir! Lecsapódtam. Na! Erre a részre még emlékszem. Na, hello, tesó, ne, hes, Mari, maradj, Mari! Na, tákaradj! Mennyi haza magadnak! Te, ripcsi. Éj, Mari. Talizmán! Jó.
Na jebezgessed magadat! Ez mi? Micsoda? Vudu! Vudu! Bak! Kulcs! Ja! Mari! Humban! Az anyád! Te riheradj! Véletlen az izét nyomom meg mindig a dolgokat. Most menekülünk egy kicsit. Bocsia, mi a... Elégettünk valami cuccot. Mari. Dugcsuk be! Dir! Oh. Megvédenek! Ezek a talizmán izék, izék. De miért nem ilyennel járkálok, hogy tudod, ilyen világítós papírral? Hogy körbe tekerném magamat, tudjátok, mint a... Mint az izék, a mumiák, az egy kicsit sár lenne írva ilyen. Na! Ami becsukom, mert még liheg. Íj, megint nem bír magával. Már... Megint. Az anyja úristen. Jó, van. Kijövök jobbra, Aquaris, egyenesen ki ezen az ajtón, itt az Aquaris ajtó, oké. Kimegyek, aztán jobbra, aztán balra. De várjál már! Nem jó, hogy bejöttem. Ah! Igen. Igen. Itt ez az ajtó. És akkor... Igen! És akkor... Csak itt balra. Ne! Dir. Ott lesz a másik kulcs. Ó, Istenem, nem akarom. És akkor ez alapján kéne kinyitni? Miért van itt ilyen sok baba? Azt ennek mi... Én nem szeretem ezeket a babákat. Csak úgy szólok.
Istenem. Hol van? Itt zsizseg valahol. De hol? Szóval Jaj, Istenem! Végülis nyugodtan dübögjél, hát semmi probléma. És az alapján, hogy nyissam ki ezt az árat. Ó! Ezeket ide kell gyűjteni, és amit mutat, az a szám. Nem. De menő. Akkor jó. Te nem zizegődne itt a fejembe, de jó lenne. Én nem szeretem ezt a részt. Se. Az a baj, hogy ezt nem lehet olyan egyszerűen el... elijeszteni, mint a Marist. Na Marit fogod, azt csing itt a talizmán, azt örüljél. De hát... megtalál, ketté kapja az arcod. Hol itt... Ott van a sarok. Én látom. Nem tudom, hogy ti látjátok, de én ott látom. Ott mozog. Na! Jó van akkor. Mi a lényeg, hogy nem szabad... gondolj, hogy meglásson. Vagy nem tudom. Mint egy tökély kész cica. Úgy erre csak magának. Ilyen vicces letépi az arcom, de mindegy. Megvan az egyik. De mi ez a sok baba? Csak kérdezem. És miért suttogok?
Ami kell még kettő. Hol az a másik kettő? Oké. Ott a falon. Oké. És hol a maradék egy. Tudom, hogy azt mondtátok az előző videóban, hogy nem szabad fényeskedni, mert nem szeret a fényt, és arra rátámad. Úgyhogy ezt megfogadom. De ha a falon is lehet... akkor nagyon nagy bajba vagyok. Leszalad a sötétbe. Gondolkozunk. Ma nem néztük még meg. Te ott van egy ajtó fölfelé. De ezt nem is vettem észre. Ó, Istenem, hol vagy? Legalább egy talizmán, egy kósza talizmán is lehetne itt. Biztos fejederek a szegénynek. Ennyi cicceléstől nekem is fájna. Hát, én nem tudom. Egyet kéne megtalálni. Egy ott volt azon a részen, egy volt itt ezen a falon. Úgyhogy... Most, hogy... A másik ott lesz a közelébe valahol. Szerintem. Csak hogy jó legyen, természetesen, mert... Hát... Kettő jó, és hol a harmadik? Ó, de jó. Na várjátok, szenvedéstengere. Mi van ott? Milyen jel? Ilyen szem, meg kör, meg ilyen bigyó. A bigyó az egy kettes. A legelső bigyó egy kettes. Aztán van valami olyan, mint a petapeiszek.
Na, a petefészket nem tudjuk, oké. Ez tök jó. Ezt ki kell találni. Akkor a körszerű az a ötös. Az utolsó szem. Az a hatos. Tehát kettő, nem tudjuk. Öt, hat. De kézzelzsas alapon várjatok. 12-es. Az egyes nem tudjuk. Kettes az megvan. Hármas nem tudjuk. Négyest igen. Ötös megvan. Hatos megvan. Szóval az egyes, kettes nincs meg. A hetes nem tudjuk. A nyolcas látjuk, de az nem az. Kilences látjuk, de az nem az. És 10-11 megvan. A 12. Tehát egy egyes lesz. A kettes tudjuk. Egyes... hármas, vagy a hetes lesz a számunk. Egyes, hármas, hetes lesz. Hol egy toll? Hol egy toll? Szóval. Okay. Egyes, hármas, hetes lesz az, amit nem tudunk. Na, oké. Vagy az egyes, vagy a hármas, vagy a hetes. És amit tudunk, hogy a kettes az első, a második az X, amit nem tudunk, vagy egy, vagy három, vagy hét. Van ott egy ilyen bigyó-bigyó. Egy petefészek. Basszus, nincs petefészkünk. Nincs. Azt sem tudjuk, hogy mi. Fasza. Kör. Az az ötös. Azt mondja, a kettes az egy... Igen, kettes petefészek. Nem tudjuk, hogy micsoda. Aztán lesz egy ötös. És akkor lesz egy szem. Az a hatos. Jó. Akkor a 2, 1, 3, 7, 5, 6, vagy... Jó, mindjárt megpróbáljuk. 2, 1, 5, 6. Oké. Ah, megvan a kígyó. Aj, nagyon kígyó vagyok. Jó. Akkor ez a tetőtér lesz. Úristen. Aj, tudom. Tudom. Oké. Okay. Isten császárossággá változom. Vagy nem. De megpróbáljuk. Minden esetre. Basszus kulcs. Hát nem erre akartam menni. Me!
Oké. Okay. Na. Baszki! Hol van Mari? Mari? Na! Kellett neked csinálni itt a picsádat. Hey, Marikám. És itt az ajtó. Yes! Végre. Elmentettük. Ó, ne. Ó, ne. Ez már megint az a izé. Az a követős, az az a... Genyó. Persze, hogy zárva van. Hát, de így nem látok semmit. De jó lesz. Ez megint az a genyóláda. Ami utálja a fényt. De hát... Ha fény nélkül, hát hogy? Hát most mondjátok már meg, ha fény nélkül, hát így hogy hát hogy? Kivéve, hogyha állítok a... a képernyőmön. Ez nem jött be. Pedig már azt hittem, hogy ha állítuk a képernyőn, fényerő 100-on van. Picsába. Kontraszton hiába állítok. Ne szólj már bele. Játékmód. Válaszidő leggyorsabb képernyőméret rendszer, hangerő. Olyan is van. Ezek szerint forrás és ideje, és az hangerő, bla 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 bla. Úristen. Én még amúgy se látok, mint hogyha látnék. Jó, hát ezt szoptuk. Jó, hát... persze, én szeretem az ilyet, amikor ilyen dolgok vannak. Kedvencem ez a... Rifinyuf. Ha sötét belőle meg, akkor azt nem látom úgyse. De... Jaj, a szívem! Ne bírja a stresszt! De várjál már, de ez miért piszkál? Na de de fönt a na várj, állj. Fönt az emeleten, ott járkáltam előtte, ott parádéztam, meg ott keresgéltem a kis lámpa, vagy mi az órákat. Itt meg le akarja tépte az arcomat, akkor tépd le! Úgy sem láttam még, hogy letépi. Most fussak. Nem akarok futni. Futni kéne. De nincs nálam a kulcs se.
hülyeség. Most gondolkozom amúgy, mert harmadik nem írja igazából, hogy jó, olyan, hogy oda visz át. Ja, hogy abban a labirintusban. Aha. Hát az cummandári. Jó. At... At ki? Ja, hogy aha. Hát... Pussál már. Megijedtem. Egy kicsit. Na de... Ja? Van itt egy ilyen. Hát ez... Csodálatos. Ja! Aha! Azt kellene kinyitni. Amúgy lazán fogni kell amúgy egy deszkát, baszki, úgy pofán nyomnám az embert, hogy nézni, hogy mi történik. Seggarcú. Most komolyan mondom, majdnem lehozta rólam a szívinfarktust. Már idegeskedjé. Valahogy ki kell ezt cselezni. Dehogy. Ja. Hű, te. Meghaltam. Ez jó gyors volt, tesó! Azt a mindenit. Ah. Jó van. Nem adom fel. Hol vagyok? Ja. Nem adom fel. Még egy darabban látsz. Szokásom több darabban lenni. Ez a padlás, öcsém. Levisz az életről. Ezek a kis patkányoknak milyen jó dolguk van. De mert nem ez a 2 forint, ez milyen fasság? Már nem azért, csak hogy elmondom, hogy miért. Mert ezeken itt, ezeken a szarokon lazán átbújsz. Letöröd, érted? Hát ez... Milyen már? Fogod, azt kirúgod, a közfalat. Dír. Hon vagy? Te csúnyadék. Ah.
recseg ott. Meg itt mögötte. Itt el lehet menni. De jó. De miért rakták ezt ide? A kérdés remek, ugye mondhatnánk. Ezek a kis patkányoknak a legegyszerűbb. Itt össze-vissza, hogy ting-ting-ting. El vannak. De befőtt. Csak a földet nézem, öcsém. Meg itt a szélét. A dolgoknak. Valahol itt volt mögöttem. Ah! Ez a mentési hely. Hát... annyira nem szar, hogy elmentsük. Jó. Ez katasztrófa. Na mindegy. Így jó. Nem bírja az unlimited FPS-t. Mi a... nem tudom. Nem akarok visszamenni. Nem tud kijönni ez a genyó. Ezek a padlásokon konkrétan itt ilyen... nem tudom, ilyen hülyeségek vannak. Így egyfolytában. Tehát így, itt nem csak így egyszer-kétszer, hanem úgy... Elméletileg... van egy helyiség. Amit megkukkoltam. Hogy... na merre? Ugye azt is lehet csinálni, hogy ezt a genyót kihagyom, de csak most, úgyis meg kell csinálni, meg kell hozzá, ott van a kulcs, ami, meg a tovább lehet menni. De van a... csuk már be! Van egy ilyen izéhelység, ahol vannak ezek a babák, amik...
oda is el lehet jutni. Vagy megkímélem a szívemet és ezt a részt így befejezzük. És akkor... És akkor folytatom majd legközelebb a kövi epizódot, és meg fogok hosszabban játszani vele. Mert most már annyira nem fosok, mert igazából egy a zenét meg ilyeneket lejjebb vettem, tehát így nem annyira fosotós számomra. Vagyis de fosotós, de mindegy, értitek. Meg ugye most, mivel a fiúk kedvéért ők is tudják, hogy mikor a nő, amikor veszélyes, a nő, mi nők tudjuk. Abban az hónapnak a bizonyos szakaszában. És engem ezek most úgy nem tudnak felidegesíteni. Néha megértek, hogy úristen, berobbant az arcomba, de amúgy... Megfognék egy szívlapátot, azt dér. Úgyhogy most nem tudnak fel... felcsettinteni. Hó. Így várna velem jó sorozatgyilkos. Ha-ha-ha! Na! Hát ezt nem így terveztem. Mindegy. Akkor az lesz, hogy... Mari nem bír magával, de ezt már egyik is tudtuk. Találkozunk szerintem a következő résznél. Méghozzá... Szerintem... Igyekszem minden héten szolgáltatni a Mariból. Tudom, hogy már régen nem volt, de először nektek szeretném kijátszani. Aztán a menne, úgymond idézjelesen a nagy közönségnek is ki, Maricsúj. Úgyhogy nektek ezt így összevágva összerakom. És megy ki premierbe. És hogyha már ti már látjátok, ti már a nagy közönség vagytok, akkor remélem, hogy tetszett nektek ez a rész, és remélem, a következők is tetszeni fognak. Ha látok egyébként, hogy hamarabb vannak kommentek a videó alatt, az azért van, mert először a előfizetőknek lett megosztva, és utána viszont nektek. Ezeket azalában próbálom rendszeressé tenni, hogy az előfizetők azok tehát hamarabb lássanak különböző epizódokat, részeket, stb. Úgyhogy ezzel kedveskedve, hogy támogatnak, és hogy értékes nekik a munkám. Nagyon szépen köszönök. Igazából nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki bármilyen féleképpen támogat, azzal, hogy csak hogy követi a csatornát, azzal, hogy csak hogy rákattint a videóra és megnézi, köszönöm a lájkokat, köszönöm a kommenteket, tényleg köszönök igazából mindent, úgyhogy remélem, hogy izgalmas volt ez a rész, hát nekem eléggé, úgyhogy igen, találkozunk a következő epizódnál, úgyhogy jók legyetek! Sziasztok!